Szeretettel üdvözöl mindenkit a Kettős Kereszt Ketten Főzünk rovat. Mint láthatjátok, ott van egy szép főzőtök, ez lesz a főszereplője a mai főzésünknek. Az edényben liszt, mellette tejföl, ez majd havaráshoz fog kelleni, az ecet és a kapor kíséretében, ugyanis főzelék készül a tök húsából, a tányéron látható hozzávaló pedig a leveshez fognak kelleni, ami kapaszkodjatok meg a tök beléből. Bizony, a tökbelet sem dobjuk ki, nagyanyáink se tették, egy hamis húslevest fogunk készíteni tökbélből, amit vegánok is fogyaszthatnak. Ezzel a részével talán sokan nem pepecselnek, hanem megveszik egyből a gyalult tököt, de ez a gyalult tök, amit a piacon láthatunk, ez ilyen durvára van legyalulva, hosszú is és vastag is, mi meg ezt nem annyira szeretjük, mi magunknak fogjuk majd ezt reszelővel. Érdekes, hogy már miközben pucoljuk a tököt, lehet érezni, hogy elkezd ilyen kis nyálkás, ragacsos levet kikönyezni magából. Itt most négybe lesz vágva ez a nagy tök, így könnyebb lesz majd vele dolgozni. És ha megnézzük, akkor egyértelműen látszik, ahogy elkülönül a húsa és a bele, amit akár késsel, akár kanállal ki lehet kaparni. Régi öregek azok fogták, aztán kézzel kikaparták az egészet. Valószínűleg onnan eredeztethető ez a tökbélleves, hogy akkoriban ugye semmit nem szívesen dobtak ki, hanem mindent felhasználtak. És felfedezték, hogy ebből milyen kellemes kis leves lehet rittyenteni. Na itt most egy kicsit késsel rásegítünk, de egyébként meg itt ez, hogyha kézzel kikaparjuk, akkor egyértelműen különválik egymástól a húsa és a bele a töknek. Ez itt a bél. Amíg odáig jutunk, hogy elkezdjük a főzést, addig egy ilyen kis nejlomba becsomagoljuk. Na és akkor itt vannak tehát a tökök. Ezeket így még jobban felvágdossuk, hát hogy könnyebben lehessen reszelni, ez azért van. És el is kezdhetjük a reszelést, ki milyen reszelőt használ, nálunk ez vált be, ez tűnt a legbiztonságosabbnak. Az ujjunkra természetesen nagyon vigyázzunk, hiszen nem mindenki szereti a tökfőzeléket véresen. És akkor ezzel a reszelővel, mindjárt mutatjuk, ilyen lesz a tök, ilyen kis finom, nem olyan durva, mint a piaci gyalult tök. Látjátok? Na és akkor, ha kész, akkor egy ilyen fél teáskanálnyi sót szórunk rá, ez meg fogja egyébként indítani benne a vizet. Azt majd, ha eljön az ideje, kinyomkodjuk belőle. Most egy picit átforgatjuk, és akkor maradni fog eltesszük egy olyan 15 percre, addig bőven lesz időnk föltenni a levest. Teszünk a lábasba egy ilyen ennyi olajat, és amikor forró, akkor ezeket a zöldségeket szépen megforgatjuk benne. Ez azért is hasznos, mert ilyenkor már főleg a sárga répától rögtön kap egy ilyen kis színezetet a zsiradék. Természetesen, aki akarja, az csak simán berakhatja vízbe, de mi így jobban szeretjük, hogy előtte egy kicsit átforgatjuk benne a zöldségeket. Miután ez megtörtént, felöntjük vízzel, jó. Bekerül a tök, de így maggal mindennel együtt, tökmagnak is áldásos hatásai vannak, én nem néztem utána, gondoljátok, nézzétek meg a neten és írjátok meg kommentbe, léci. És beleteszünk egy fej vöröshagymát, megmosott vöröshagymát, a héját nem kell leszedni, attól is szebb lesz a színe, majd egy geresztfokhagymát. Kicsit várunk, és utána kezdjük el a fűszerezést. Na most jön az, amiről beszéltem, hogy a tökből, ami be volt csúszva, kiengedjük a vizet, só egy kicsit meg is indította, és lehet látni, hogy mennyi nedvességet ereszt, cukkini tökök elég sok vizet szoktak ereszteni, ezt azért próbáljuk meg minél jobban kinyomkodni belőle, és a kinyomkodott tököt egyelőre oda tesszük a tányérra. Nagyon sok víz kijön. Ebbe az edénybe is olajat helyezünk, mert ezen az olajon fogjuk majd megpirítani a vörös hagymát, egy jó nagy fej vörös hagymát, nem is kell nagyon megpirítani, épp csak annyira, hogy egy kissé összeessen. Erre rásegíthetünk némi sóval is. Nem kell sok, mennyi volt ez? Negyed teáskanál. Szoktuk még hozzátenni nagyon kevés piros paprikát, tényleg nem sokat, csak ennyit. Hát aki szereti, hogyha pirosabb a főzeléke, az tehet többet, a tökfőzeléknek nem muszáj, hogy annyira piros legyen. Ezek után belemegy a gyalult, illetve mi esetünkbe reszelt tök, és ezt megforgatjuk ebben a paprikás cuccban, ebben a paprikás hagymás zsiradékban. Ezek után ezt felöntjük vízzel, hát kb. Annyi vízzel, hogy ilyen főzelékes állaga legyen. Úgyis lehet majd látni, hogy mikor néz ki jól. Hát önthetünk még hozzá, mert aztán később majd ebbe természetesen habarás is fog kerülni. Na, itt lehet is látni, hogy szimultán fölvöget szépen a leves és a második, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy szóljak, hogyha tetszettek a videóink, akkor egy lájkot ne felejtsetek el rátenni, továbbá puszíjú az összes új feliratkozót is. Kapor az elengedhetetlen része a tökfőzeléknek, valamint a fokhagyma. Fokhagyma, mint lehetett látni, ennyi. Nyilván lehet szárított kaprot is használni, de mi mindenből jobban szeretjük a frisset. Tökfőzelék. Hát el sem hiszem, hogy valaha meg fogom szeretni a tökfőzeléket. Ugyanezt történt a pacal esetében is, ott én fogadtattam el Judittal a pacalt, itt pedig Judit fogadtatta el velem a tökfőzeléket. Közben ugye lehet kóstolgatni, ízesíteni, ebben még kellett némi só. Egyszerre készül a kettő, úgyhogy közben mi a levesbe teszünk petrezselymet. Kicsit még megsózzuk. Ez még kellett bele. És nyugodtan mehet bele egy kevés bors is. Itt is, mint minden esetben, a későbbiekben azért majd még tesztelgetjük, hogy megfelelő-e a fűszerezés. Amíg ezek ott főnek, addig mi elkészítjük a habarást, ehhez egy pohár tejfölt fogunk majd felhasználni. Öntünk hozzá egy kis vizet. És az edényben található lisztből egy olyan 1-2 evőkanál, meg még egy kicsi kerülhet bele, és ezt aztán szépen csomómentesen elkeverjük. Nem így hidegen fogjuk majd beönteni a habarást, hanem ahogy szoktuk, majd szedünk hozzá a forró főzelékből, és akkor szebb lesz, sejmesebb lesz az állaga. Tehát miután elkevertük ugye ezzel a kis eszközzel, nekem ez a kedvenc konyhai eszközöm, csomómentesre a habarást. Közben vetünk egy pillantást a levesre is, amíg nagyjából most jár félúton, szépen fövögetnek benne a zöldségek, és lehet látni, hogy már most elég szép színe van, a tökbél meg úgy teljesen feloldódott benne. Ellenőriztük a tökfőzeléket is, és úgy véltük, hogy még igényel egy kicsi vizet, nem túl sokat, ennyit amennyit láttok, ilyesmi kell, hogy legyen az állaga, és amiről beszéltem, ezek után a forró levéből átszedünk a tejföl és liszt keverékébe. Nem számít, hogyha a tökből is kerül bele, tehát nem muszáj, hogy csak lé legyen, semmi probléma nincs, úgyis visszakerül az egész. Itt az a lényeg, hogy szép, sejmes állagú legyen, miután belezutyantottuk a habarást. Utána ezt is alaposan elkeverjük, és még egyszer megvárjuk, amíg fölrottyan. Ecetet kell még beletenni, azért fogjuk be így a száját, hogy nehogy egy kicsit túlzásokba essünk, és egy pár cseppet, tényleg egy ilyen 1-2 táskanányi ecetet nagyon szívesen elfogad a tökfőzelék, ami immár gyakorlatilag el is készült. Behabartuk, megvártuk, hogy rottyanjon egyet, és úgy ítéltük meg, hogy ez már így kész, úgyhogy el is zárjuk alatta a lángot. itt pedig a leves. A zöldségek megpuhultak, a tökbél szőrén szálán eltűnt, úgyhogy ez alatt is elzárjuk a lángot, és le fogjuk majd szépen szűrni. Így, hogy egyben voltak benne a zöldségek, sokkal könnyebben ki is lehet őket szedni. Külön tesszük egy tányérra, aztán majd a szűrés után ezek visszakerülhetnek a levesbe. És egy merőkanál és egy szűrő segítségével ezt az egészet szépen átszűrjük, hogy jó tiszta legyen. Itt van, ami a tökbélből megmaradt, és itt van maga a lé, a tökbél leves. Kitárolás után így néz ki, de nem csak a látvány, illatra és ízre is prima, meg nem mondaná senki, hogy nem húsleves. A főzeléket pedig jelen esetben pörkölttel fogjuk enni, ez már volt nekünk itthon. Mindenkinek sok kellemes kettenfőzést kívánunk, sziasztok!